Szombaton hosszú idő után először rendeztek a belvárosban tömegfutó versenyt, hagyományteremtő céllal. A tiszta, egészséges Székesfehérvárért elnevezésű rendezvényt a Környezetvédelmi Világnap alkalmából tartotta ezen a napon az Arak és a Depónia Kft. Nagyon sokan vettek részt az első tesztfutáson, az indulók versenyezhettek egyéniben hosszabb, rövidebb távon, de háromfős családi vagy munkahelyi csapatban is rajthoz lehetett állni. Vitári Sándor ifjú kora ellenére rutinosan teljesítette az 1300 métert. Egy kicsit fárasztó volt ma ott a lejteni, mert nehéz volt megállni. Sokat szoktál amúgy futni, vagy mozogni, sportolni? Igen, rendszeresen az iskolába járok versenyekre. De futóversenyekre? Hát igen, meg rendes atlétikai, dobó, meg ilyesmi, ugrás, mindenféle. A versenyen rajthoz állt Östör Anna Mária, sport és egészségügyi tanácsnok is, akinek nem esett nehezére az 1,3 kilométer teljesítése. Nagyon jó volt, nagyon sok család jött, nagyon sok ismerős volt, úgyhogy nagyon örülünk neki, gratulálok a szervezőknek. 6,5 kilométeren Farkas Dárius győzött. A hölgyeknél pedig Mátó Sára. A legjobb családi csapat a Kaszab család lett, a munkahelyi együtteseknél pedig az Árpád szakképző iskola és kollégium testnevelői diadalmaskodtak. A szervezők reményei szerint jövőre, ha lehet, még több résztvevővel, de ismét megrendeznék a tesztfutóversenyt.